Hamarosan VB előselejtezőt játszanak nemzetünk kosaras lányai, amely egy új elem a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség versenynaptárában. A ruandai megmérettetésre való 4 hetes felkészülést Székesfehérváron kezdte meg a csapat. De a válogatott életében nem csak az előselejtező új, Székely Norbert szövetségi kapitány helyét Völgyi Péter vette át, aki kedden sajtótájékoztató keretében mondta el a csapat jövőbeli terveit. Az újonnan kinevezett szakember hangsúlyozta, jelenleg a legfontosabb számukra, hogy összehangolódjon a csapat, és mindenki tisztában legyen a játékosok közül. Mi az elvárás? Nem volt a kérdés számomra, hogy elvállom ezt a munkát. Nagyon örülök, hogy sikerült egy olyan stábot kialakítanom, amelyiknek minden edző kollégám ugyanazokat az értékeket képviseli a kosárlabdába, és személyesen is tapasztaltam, hiszen hosszú éveken keresztül dolgoztam együtt mindannyiukkal. Tehát azt gondolom, egy hullám hosszú leszünk, egy irányba fogunk menni, és nagyon egységesen legjobb tudásunk szerint fogjuk felkészíteni a magyar nemzeti csapatot. A ruandai előselejtezőn csapatunk honosított játékos és a Women NBA-ben szereplő Juhász Dorka nélkül lép pályára. Völgyi Péter szerint aggodalomra semmi ok, hiszen a jelenlegi keretben is olyan kiváló játékosok találhatóak, mint például Határ Bernadett, Dombai Réka, vagy akár a csapatkapitány Dubei Debóra. Az új vezetőedző érkezéséről Dubeit is megkérdeztük. Én is szeretném közelebbről megismerni a Petit, mint emberileg, mint edzőként, úgyhogy ezt nagyon várom. Igazából 2 edzésünk volt itt az elmúlt napban, még nagyon az alapoknál tartunk. A válogatott augusztus 19-én Szenegál ellen lép pályára, 20-án a Fülöp-szigetek lesz a rivális, majd 22-én a csoportkör rangadóján Brazília következik.